feladavató ünnepség, alapféletétel Tiszakireden, növekszik a menetidő a karcagról utazóknak, emlékutás karcagi állomása. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 7-én 18 óra 5 perckor. Szombaton tartotta szalagavató ünnepségét a Dériné Kulturális Központban a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium három végzős osztálya. A nagy érdeklődésre való tekintettel a táncfőpróba nyilvános volt. Itt három alkalommal táncolták el a diákok az érdeklődőknek. Óriási az érdeklődés, általában most már mondhatom, hogy évekre visszamenőleg, és ezért van szükség arra, hogy főleg a táncfőpróbát nyilvánossá tegyük. Mondhatom, hogy tulajdonképpen létszámát tekintve még majdnem nagyobb rendezvény, mint maga a fő előadás. Lesz egy bécsi keringő, azután lesz egy írtánc, és egy Charleston koreográfiát is láthatnak majd a kedves nézők. Mint Tóth Barna igazgatótól megtudtuk, a Dériné mozitermében a szalagtűzés és a diákok irodalmi műsora után szüleik és tanáraik előtt is eltáncolták a szalagavatói táncot a végzősök. Általában az irodalmi műsornak a főpróbája az még nem ilyen, tehát az inkább egy ilyen munka főpróbának nevezhető, viszont a tánc bemutató az abszolút élesben működik. Szeretném elmondani még azt is, hogy mint ahogy a mai napon is legalább három előadást tervezünk a táncokból, a holnapi fő napon úgymond, tehát az éles előadáson is három blokkban fognak táncolni diákjaink. Valóban egy nagy nap, és én úgy gondolom, hogy talán azért is van szükség rá, mert ettől a naptól tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy hivatalosan is elkezdődik az érettségre és a felvételivel való felkészülésnek az időszaka, kérlelhetetlenül, hogyha úgy tetszik. A szalag már ott van, ugye a két évszámmal a gyerekeknek a mellén, és akaratlanul is jelzi számukra, hogy itt nagyon fontos dolgok következnek majd számukra. A táncokat Kacsora Tamás és Kele Andrea táncpedagógusok tanították be. Már augusztus végén elkezdtük a táncpróbát, ehhez már az előző tanév végén egyeztetni kellett. A bécsi keringő koreográfiáját Kele Andrea tanárnő állította össze és tanította be. A másik két táncot, tehát az írtáncot és a Charleston pedig Kacsora Tamás tanár úr. Szijjártó Péter volt a díszvendége Tiszafüred új belvárosának alapkőletételénél. A külgazdasági és külügyminiszter köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság megerősödésében egyre nagyobb szerep jut a vidéki településeknek. A nemzet teljesítménye a helyi közösségek teljesítményéből áll össze. Tiszafürediek is hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország az elmúlt években igazi sikertörténetté válhatott. Kiemelte Tiszafüred vezetésének profizmusát és a lakosság odaadását, mely látványossá és láthatóvá tették az elmúlt évek fejlődését a városban. Tiszafüred fejlődése itt az elmúlt 5 esztendő során egyértelműen tiszteletet parancsol. A város vezetés profizmusa és az itt élő emberek szorgalma együttesen most már számos fejlesztésben ölt testet, számos fejlesztés nyomán vált látványossá és láthatóvá. Hiszen látványos és látható, sőt érezhető is, hogy a város történetének legnagyobb út és csatorna hálózat fejlesztését hajtották végre. Látványos és látható, hogy már az ország legnagyobb kerékpáros centruma itt található, és azt nem tudom, hogy látványos-e, de mindenképpen valószínűleg érezhető az ivóvíz minőséget javító program eddigi eredmény sora, amelyet nyilvánvalóan folytatni kell. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Polgármester úr, kedves barátaim! Az, hogy az elmúlt esztendőkben három fontos közintézmény energetikai korszerűsítése, a lipcsei elemér sporttelep fejlesztése és a bölcsődei és óvodai korszerűsítések, új férőhelyek létrehozása végbe mehetett, azaz önök, vagyis a tiszafürediek összefogásának köszönhető. És az önök összefogásának és teljesítményének köszönhető az is, hogy a Tiszató, valamint a Tiszató fővárosa, Tiszafüred, mára márka nevek lettek. Hiszen az a páratlan természeti szépség, amit itt találhat az utazó, és az a lebilincselő, élményt nyújtó élővilág, amellyel itt találkozhatunk,
az egyik legkedveltebb utazási célponttá tették ismételten Tiszafüredet és a Tiszatót a magyarországi és nemzetközi turizmus vonatkozásában is. És azt gondolom, hogy ez komoly fejlődési lehetőséget nyit meg a jövőre önök előtt. Tiszafüred méltán nevezhető a Tiszató fővárosának. Dinamikus a fejlődés a városban, hangsúlyozta F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. Hozzátette, a kormányzat minden segítséget megad a fejlődéshez. És szemünk láttára újul meg ez a város. Szemünk láttára tör előre Tiszafüred. Látjuk azt a dinamikát, ahogy megújulnak a középületek, megújul Tiszafüred központja, és látjuk azt a lendületet, hogy megváltoznak az emberek. Hiszen a tiszafüredi emberek tenni akarnak, dolgozni akarnak, településüket szépíteni és építeni akarják. A tiszafürediek össze akarnak fogni. De látjuk azt a múlt erőit, akik vissza akarják hozni az omladozó épületeket, az eltűnő munkahelyeket, a lemaradó települést. És látjuk ennek a két erőnek a küzdelmét. De látjuk, hogy a jónak, aki haladni akar, aki tenni akar, annak mindenképpen győzni, győzedelmeskedni kell. Ehhez minden segítséget meg kell adnunk. A kormányzat minden segítséget megad. És Tiszafüred azt az utat, amit be kell járnia, azt a fejlődést, amit el kell hoznia, azt meg fogja tenni. Mert Tiszafüred megújul, Tiszafüred a régió vonzó és vezető településévé vált, és erről az útról nem szabad letérni. Újvári Imre felidézte az előző városvezetés 4 milliárdos adósságcsapdába sodorta a várost, ami most több mint 6 milliárd forintból újulhat meg. 2014 óta hosszú utat jártunk be, sok munkát elvégeztünk, de hogy az elvégzett munka nagyságát érzékelni tudjuk, érdemes egy kicsit röviden visszatekintenünk. 2014 előtt az akkori polgármesterési edzőcsődbe vitte a várost, adósságrendezési eljárás alá került Tiszafüred, és 4 milliárd forintos adósságcsapdában vergődött a város, amely a kormány adósságkonszolidációjának köszönhetően át lett vállalva, és Tiszafüred fejlődő pályára állhatott. Lepusztult utak, közintézmények, munkanélküliség jellemezte a városunkat, és bizony nagyon komoly munkát kellett ahhoz elvégeznünk, hogy Tiszafüredet újra fejlődő pályára állíthassuk. Mára a sivár és kisvárosi kép helyett egy dinamikusan fejlődő programokban és beruházásokban gazdag járásközpont arculatát mutatjuk. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb területeken nagyon komoly eredményeket értünk el, legyen az egészségügy, oktatás, kultúra, sport, turizmus, gazdaságfejlesztés vagy infrastruktúra. Az önök támogatásának és a tiszafürediek munkájának, a kormány támogatásának köszönhetően a napjainkban 6 milliárd forintból valósultak meg, vagy vannak folyamatban fejlesztések. A köszöntők után időkapszula és az alapkő elhelyezése következett. A KISZ emeletes motorvonatok forgalomba állásával új korszak nyílik a személyszállításban 2020. februárjától a legforgalmasabb Budapest-Szegléd-Szolnok és Budapest-Vác-Szob elővárosi vasútvonalakon. A szolnoki vonalon évente 19 millióan utaznak. A teljes MÁV start közlekedés hetede ezen zajlik, amely jelentős a elővárosi és a Karcag irányába menő távolsági forgalmat is bonyolítanak. Ezen a vonalon tapasztalható problémák kezelése, a menetrend szerinti közlekedés javítása, az új KISZ típusú emeletes motorvonatok érkezéséhez szükséges infrastruktúra és az utak megfelelő szintű kiszolgálása érdekében szükséges a pálya kritikus szakaszainak karbantartása, amely a MÁV ZRT jövőre 6 milliárd forintot csoportosít át. A kommunikációs igazgató ismertette a Karcag televízióval, hogy elavult az infrastruktúra a csaknem 100 kilométeres szakaszon, mintegy 14 kilométeren van állandó és 9 kilométeren idéglenes forgalomkorlátozás. Az átépítés nagy részt erre a 25 kilométeres szakaszra összpontosul majd, ezen belül is a nyugati pályaudvar és a Kőbánya-Kispest közötti része, ahol óránként 40-60 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben.
Az elmúlt 10 év legnagyobb volumenű, a MÁV saját forrásából megvalósuló beruházása során a tervek szerint 6 hónap alatt felújítják a vágányokat, cserélik az ágyazatot, a felépítményt és a váltókat. Emellett szükség szerint javítják a biztosító berendezéseket és a felső vezetékeket is. Ezt követően megszűnik a sebességkorlátozás, így visszaállhat az óránkénti 80 km-es sebesség a szakaszon. A katonai váltó Debrecenből indulva 3 nap alatt 22 települést érint, és közel 289 km futás után érkezett meg. A Debreceni Honvéd Sport és Diáksport Egyesület Békesi Béla olimpiai baráti kör szakosztálya, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Honvéd Sport Egyesületek Országos Szövetségének támogatásával Szabadság Napja Emlékfutás elnevezésű programsorozatot szervezett. A katonai váltó Debrecenből indulva 3 nap alatt 22 települést érintett, és közel 289 km futás után érkezett meg a Honvédelmi Minisztérium elé. Karcagra is érkeztek a futók, akik között hivatásos szerződéses katonai kadétok, önkéntes katonák voltak, hogy méltó módon emlékezzenek meg a helyiekkel a Magyar Köztársaság 30. évfordulójára. A katonafutókhoz a város határánál a Karcagi Sport Egyesület fiatal labdarúgói is csatlakoztak, és együtt érkeztek meg a városháza előtti térre, ahol Lévai Kálmán nyugalmazott tűzoldó ezredes és Szepesi Tibor, a KSE ügyvezetője, önkormányzati képviselő fogadta őket. A futás során Debrecenből Budapestre futnak, mintegy 300 kilométer hozban. Ennek egyik állomása Karcag. Itt köszönhetjük Önöket, és ebből a köszöntő alkalmából a váltóbotjukra fölköthetjük Karcag város emlékszalagját. A Önök futása egy nagyon szép kezdeményezés, és itt Karcagon is úgy látom sokan csatlakoztak a csapathoz, és örülök is neki, reméljük, hogy ezt a hagyomány szokást ők is tovább viszik, amit Önöktől kapnak itt a ismerkedés, barátkozás során. És akkor engedjék meg, hogy a stafétabotra fölkössem ezt az emlékszalagot, és további jó futást kívánok Önöknek, kívánom, hogy érkezzenek meg jó erőben, egészségben a budapesti helyszínre a tervezett időpontban. Ünnepi műsort a Karcagi Nagykor Református Általános Iskola tanulói adtak, összeállított és betanította Ferenci Péterné. A műsor után a város nevében Lévai Kálmán kötött emlékszalagot a futók emlékkopjafájára. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!